Szép jó hajnalt mindenkinek. Thorin vagyok. Ez pedig a Subnautica Below Zero folytatása. Lássuk, mire megyünk ma. Van valami még itt nálam, ami kell. Víz, mi egyéb, az oké. Okay. Hát akkor... menjünk és szkenneljünk mindent, ami a közelünkbe ér. Meg persze keresgéljünk ki a mindenféle bogyókat. Bomba. Növény. Oké. Kell-e még valami? És meg vagy. Menjünk fel a vízre, egy levegőért. Újak hal. Ezt nem is kell, helyes végül is valahol. Nem. Olyat nem játszunk, hogy te ezt ellopod. Vagy de. Na, melyik dobta el? Hogy a nyavaja törjön belétek? Ott van egy hasadék. Ellopná a kis nyavaja. Ilyen ez. Nem tudom, mi vagy. Járműkészítő töredék. Akarsz jönni? De hát, bazel, megharaptalak. Azt hiszem, nem is tudja, mit kezdjem most a játék magával. Oké, tehát megvágom, majd bohóckodik. Hát a nyavaja. Nem fogjuk szeretni. Ezzel azért megegyezhetünk. Te meg mi vagy? Újabb hal. Vagy halszerűség legalábbis. Na mindegy. Lenne, ha nem támadnátok meg, amíg ezeket elemezgetem. Szörnyikék. De hát nem biztos, hogy meghallgatnak. Oké, menjünk fel a felszínre, mielőtt azt a dobozt meglessük.
new technology created. New blueprint acquired. Remek, hát... 30 seconds. Mondjuk fel tudtuk szedni a jeladót, az hasznos. PDA. Más egyéb. Nem lopod el a cuccomat, vaze. Nyugodtan körbe szeretnék nézni, de nem olyan egyszerű, mert ez a nyavaja itt rohangászik. Ott van még egy doboz. Csak egy kaja, nem egy nagy tétel. Azt hiszem más egyéb errefelé nincs. Ha csak ezt a pingvint nem tudjuk meglesni. Remek! Egy gyors szippantás. Jó, némi kvarc, meg ilyesmi azért. Megragad. Úgy látom, ha nincs a kezemben a bogyó, akkor nem próbálja ellopni. Ami legalább valahol hasznos, vagy használható. Info. Még egy víz. Ezt lehetett volna elemezgetni, ha jól láttam a jelet, de hát mindegy, most így alakult, bumeránk halat meg begyűjtjük, no, hiszen volt itt egy iránytű, nem mint a nagyon kéne, és fénykutató eszköz. Kábelkészlet részvezeték, hát nem. Azt nem fogok küzdeni azért. Sok-sok víz. Meg némi hal. Meg persze üveg, ha éppen úgy alakulna. Ó, oh. Azt az üveget ittam meg, amit nem kellett volna. Na mindegy. Még lehet, hogy jól jön az a jeladó. Vészhelyzeti fákja. Ez meg teljesen haszontalan. No. Hát kerésgéljünk. Ezeket a bogyókat felszedjük, mert ez majd kell az elemekhez. Ez mindig értékes. Abból sose lehet elég. Ezt könnyű megállapítani. Gelanit. De ez egy másik fajta. Látszólag tök ugyanaz. De nyilván kisebb-nagyobb eltéréseink vannak.
kicsit könnyebb ezeket elemezgetni, mint a egyéb helyen. Éjszaka az nem biztos, hogy a leghasznosabb. De miért ne? Irány a mélység. Ha más nem, akkor begyűjtünk egy csomót ezekből. Ilyen-olyan nyersanyagok. Most kezdek abszolút nem látni semmit. Ami valószínűleg nem jó. De azt hiszem itt a tekergőző móka. Ide kell majd lemerülni. Többször többeknek mindig mindenhol. Ez is csak kvarc, pedig érdekesebbnek látszott elsőre. Ó, teherszállító töredék, helyes. Meg táblakorral. Ez mind-mind-mind hasznos. Majdnem el tudtam csípni. De csak majdnem. Hát egyre irány a mélység. Ott világító szörnyikék. Mint ott lenne az egyik ilyen cápaszerű izé. Passing 100 meters. Oxygen efficiency decreased. Ja. 30 seconds. Ez nem biztos, hogy jó ötlet volt. És alapvetően nem tudom, mit kéne várnom. Csak időt. Vagy valami egyebet. Hogy a következő eseményt triggereljük. Hogy itt random bele kéne futnom valamibe. Na, meglátjuk. Ott van egy töredék, azt azért összeszedjük. Elemes sikló, na az mondjuk jó lenne abból a teljes csomagot összeszedni. És akkor kicsit könnyebben tudnánk közlekedni. Sajnos fogalmam sincs, hogy hol és merre kéne keresnem további darabokat. Egyelőre csak gyűjtögetünk. És ha látunk valami érdekeset, azt szépen fölmarjuk. Aztán aztán vissza indulunk a bázisra. Hát, ha az segít. Valami, mintha
felbukkant volna, mint új. Vagy újszerű. Na mindegy. Reszelünk vizet. Meg halat. Légpumpa. És az iránytűhöz kell még kábel készlet, amihez kéne 2000-est. Hát az biztos, hogy még össze van. Ez micsoda? Hólom, az sose fog ártani. Ez kétségtelen, hogy ezt sose fog ártani. Oké. Ezt a bogyót meg szépen elszórjuk. No. Hát alapvetően tényleg nem tudom most merre keresgélünk. Itt mintha lenne egy... Nem az egy kristály volt, csak... Az önmagában nem izgat. Tengeri majomfészek. Oké. Járműkészítőt már tudnánk gyártani. Zseniális. De ez a tengeri majomfészek, ez hasznosnak tűnik. Tele van kütyükkel. Hosszad gyökér. És ezüst. Oké. Hát a tele van kütyükkel, az annyira nem nagy mennyiség, mint elsőre gondoltam. Hát azért egy vonalúdágyú. Meg egy gravicsapda. 30 seconds. Na, azért nem olyan rossz. Hát ennél többet vártam. Ennél többet vártam. No. De pár kütyüt azért találtunk itt a... majomcsapdánál. Te meg mi vagy? Élőhely építő. Oké. Lehet, hogy ezt kellett megtalálnom. Olyan nagyon messze nincs. Egy adag kaja. És némi hulladék még alatta.
Ó, oh, nem is kevés hulladék. Ja, akkor a... Víz. Irányító szoba. Helyes, helyes, helyes. Majd meglessük mi van. De először szipálkolunk levegőt. Azt hiszem ezt kellett megtalálnunk. És nincs csak úgy random. Megkapjuk. Opció. Hanem meg kell találnunk. Esély erre, arra. Nem különösebben érdekes, de sose fog ártani. Random alapanyagok. De persze a legfontosabb ugye a élőhely építő. 30 seconds. Na mindegy, irány vissza, és akkor legközelebb azt hiszem. Tudunk már építkezni. Jó, 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 elindulunk a felszínre. No, ha minden igaz, megvan, ami kellett, és akkor majd lehet építkezni valamit. De az már legközelebbre marad. Ha minden igaz. Mondjuk 4. Oké, akkor kell egy elem. Ó, tudunk egy csomó mindent készíteni. 2 csokros inda. És elvileg tudnánk készíteni, gyakorlatban nem. Vonóágyút majd egyszer. Chip még valaha meg lehet. Előbb-utóbb csak eltaláljuk. Ó, és van mindenünk helyes. 5 titán, stb. 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 Napelem. Bioreaktor. Fabrikátor és minden egyéb kütyű. Jó, hát akkor a standard kütyük megvannak az előző játékból. Legközelebb folytatjuk innen. A bázis építkezéssel. Már ennyi.